Szentes egy sokszínű város abból a szempontból, hogy több nagy vallásnak van működő temploma, és én úgy gondolom, hogy az emberi szabadsághoz alapvetően hozzátartozik, hogy mindenki a lelkiismerete szerint gyakorolja a legjobb a körülmények között a hitét. Ezért nem csak a református templomhoz, hanem szinte valamennyi megújuló templomhoz a város hozzájárult. Polgármester úr, ön igen régóta itt él Szentesen. Önnek mit jelent a református templom, ha ránéz, ha elmegy mellette biciklivel, ahogy láttuk? Hát akkor gyerekkor élményemet hadd osszam meg. Valamikor a 60-as évek elején volt egy felújítás ennek a templomnak, és akkor lehettem olyan 6-7 éves formátumú gyerek. És akkor mi kannába hordtuk a tejet, és itt nem messze volt az a tejbolt, ahonnan mi család hordtuk. És biciklivel jöttem, itt bekanyottam és elestem, és a tej kiömlött. És akkor egyik építőmunkás nemcsak, hogy fölsegített és megvigasztalt, hanem adott néhány forintot, hogy menjek vissza és töltsem tele újra a teljes kannát. Ez egy életre szóló élmény volt, azt hiszem az emberségről szóló élmény, és ez a templomhoz kötött, bár nem a vallási részéhez, de én úgy gondolom, hogy az emberi szabadsághoz, a lelkiismereti szabadsághoz talán ilyen apró pillanatok is hozzátartoznak. Szerusztok, viszontlátásra! Itt vagyunk a templom második emeleti karzatán, ahol egy kiállítás van. Milyen kiállítás ez? Ez a templomi galéria, amit egy pályázatból hoztunk létre. Az a célja, hogy bemutassuk a galérián a egyházközségünk történetét, a kiemelkedő lelkipásztorokat, eseményeket, amelyek az egyházközség életében történtek. Sok olyan tárgyat állítottunk itt ki, amelyek egyébként el voltak rejtve egy szekrényben. Sokat a gyülekezet tagjai sem láthattak az elmúlt esztendőkben, amíg a kiállítás nem jött létre. A gyülekezetnek kik voltak a híres neves lelkészei? Több lelkészről is tudnánk beszélni, én kettőt szeretnék kiemelni most ebből a sorból. Elsőként Gál István lelkipásztort, aki 1747-ben fölépítette ennek a templomnak az elődjét, és utána ez a templom 1760-ban leégett, szintén az ő lelkipásztorkodása idején, és az ő idejében épült fel ez a templom, amik az ezt megelőző épülete volt a szentesi reformátusoknak. Másik híres lelkipásztor Kiss Bálint, aki a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja is volt, több tankönyvet, több történeti munkát is írt. Ő volt az egyházközség nagyon hosszú ideig tartó lelkipásztora, és az ő nevéhez fűződik az iskola megépítése, ennek a templomnak a felépítése, illetve a lelkész lakásnak a létrehozatala. Nagyon fontos a sorrend. Gál István először az iskolát építette föl, utána a templomot, és legvégül a saját lakását, a lelkész lakást hozta rendbe, illetve újította meg. A templomot nemrégiben restaurálták, felújították. Mi volt a templom története? Röviden, ez a templom a harmadik templom ezen a helyen. A reformációtól 1746-ig a mostani katolikus templom helyén álló templomban tartották az istentiszteletet a reformátusok, és utána 1746-ban adták vissza a katolikus híveknek. Ezután kezdődött ennek a templomnak az építése, ennek az elődjének az építése 1747-ben, amiről ugye volt szó az előbb, hogy 1760-ban leégett, és 1761-ben épült ennek a templomnak az elődje. A mostani nagyméretű templomnak az építése 1808-ban kezdődött el, azért, mert akkor már olyan sokan jártak az istentiszteletek, nem fértek be a templomba. 1826-ig tartott a templom felépítése, ez egy 4500 személyes templom volt annak idején. Fischer Ágoston kecskeméti építészmérnök tervei alapján készült maga az épület. Az érdekesség, úgy kezdték el építeni, megmaradt a régi templom, és akkor kezdték építeni az újat. Amikor az új templom falait felhúzták, akkor bontották le tulajdonképpen a templom belsejéből a régi templomnak a falait. A templom az Alföld egyik legnagyobb református temploma, folyik arról a vita, hogy az országos szinten hányadik helyen állunk. Egyik legnagyobb református templom az országban, ezt mondhatjuk el róla. A Kiss Bálint Református Általános Iskola 93-ba került vissza az egyház tulajdonába, kezelésébe. Milyenek a története ennek az iskolának? Az iskola elődjét 1804-ben építette az akkori református egyházközség. Ez az épület aztán 1928-ban tulajdonképpen újjáépült teljesen, a mai formájában így látható az iskola épülete. Ez egy igazi klasszikus iskola épület.
azt gondolom, hogy ma is egy korszerű intézménye az egyházközségünknek. Ma több mint 400 gyerek jár ebbe az intézménybe. Nem csak ez egyetlen iskolája volt a gyülekezetnek természetesen, hanem a város különböző pontjain voltak kisebb leány- és fiúiskolák is az egyházközség fenntartásában. Azt lehet mondani, hogy hosszú évtizedekig a református egyházközség volt az, amelyik a város teljes iskoláztatását működtette, fenntartotta. Ez az általános iskola mitől különleges, mitől református hangulatú iskola? Hát valószínűleg már abból adódik ez a dolog, hogy református iskoláról van szó, a térség egyetlen református iskolája, és hát nekünk az oktatás, nevelés, azt mondom, hogy ugyanúgy hangsúlyos feladat, talán egy önkormányzati iskola annyira nem tekinti komoly kiemelt feladatának a nevelést, és nekünk pedig nem csak az oktatást, nem csak a szaktárgyi feladatoknak az elvégzése, hanem a nevelésbe való minél tudatosabb bekapcsolódás is a célunk. És ehhez természetesen pont a református egyház és a kereszténység ad egyfajta hátteret, keretet. És milyen hátteret ad? Tehát ez hogy valósul meg a gyakorlatban? Hát eleve ott, tehát az már egy pluszt adhat, hogy nálunk a hittanoktatás az a mindennapok része, hiszen heti 2 órában minden év folyamon tanulják a gyerekek, most attól függetlenül, hogy most mi református iskola vagyunk, ettől függetlenül is például római katolikus hittan is folyik, tehát ez választható az intézményünkben. Egyházi ének oktatásra is sor kerül, ez 4.-5. évfolyamon heti 1 órában, és ami azt mondom, hogy igazából fontos, az azoknak a programoknak a megléte, amelyekkel próbáljuk a szülőket ebbe bekapcsolni, és ami szintén még az iskolának a profiljában egy nagyon kiemelt dolog az, hogy mi az osztályfőnöki órákat, mi úgy fogalmaztuk, ezt hétindító órákkal cseréltük föl, ez minden egyes héten, hétfőn az első óra, ami arról is szól, hogy egy kicsikét ilyenkor végigbeszéljük, hogy mi történt az elmúlt héten, az osztályot megnézzük, hogy történt-e valami hétvégén valamelyik gyerek életében olyan dolog, amit mindenféleképp szeretne a többiekkel megosztani. Tehát ez egy ilyen kis beszélgetősebb óra, ahol mindenkinek lehetősége van arra, hogy társat találjon, meg elmondhassa azt, ami a szívét nyomja.